Köszöntöm nézőinket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának november 9-i adását látják. Vecsésváros önkormányzatának képviselőtestülete november 29-én 17 órától közmeghallgatást tart a polgármesteri hivatal dísztermében. A hivatal címe Vecsés Szent István tér 1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete november 21-én szerdán 18 órától tartja közmeghallgatását. A közmeghallgatás helye Vecsés főút 49 szám. Novemberben újraindul az Otthon Melege program. A mi régiónkban november 19-én 10 és 14 óra között lesz aktív a kitöltő program. A program során korszerű, energiatakarékos háztartási nagygépeket lehet beszerezni. Az új kiírással a kormány összesen 2 milliárd forint visszanemtérítendő támogatással járul hozzá a családok energiafelhasználásának csökkenéséhez. Számos beruházás zajlik egy időben a városban. Jó ütemben halad a Grassalkovics Antal, német nemzetiségű és két tannyelvű általános iskola tornatermi tetőszerkezetének felújítása, és az enyhe idő kedvez az útépítéseknek is. A város aktuális híreiről a polgármestert kérdeztük. Ez a jó idő nagy szerencse, hiszen az eltervezett beruházásokat legalább végig tudjuk vinni. Általában az idő miatt, tehát az időjárás miatt meg kell szakítani a beruházásokat, és aztán azt a következő év tavaszán szoktuk befejezni. Ha ilyen idő marad, akkor a terveinket az idén maradéktanul meg tudjuk valósítani. Egyébként ebben az évben a nagy épület beruházások, tehát a nagy beruházások domináltak, és a legtöbb forrást ezekre kellett fordítanunk. Ugye épül két új intézmény, amelyet lassan most már a befejező stádiumba lépnek. Ezen kívül megújítunk több intézményt, például a polgármesteri hivatal most már kívülről ugye szebb lett, de belülről is szeretnénk megújítani, úgyhogy az emelettel lassan végigérünk itt fönn. Ez az utolsó olyan intézményünk, amely ezért, hogy is mondjam, igen cudar állapotban volt, tehát ahhoz képest, hogy ez volt ugye ez a polgármesteri hivatal, azért borzasztó elhanyagolt állapotban volt, és nagyon ráfért a felújítás. Ezen kívül pedig a falusi iskola tetőszerkezete folyamatosan épül. Nagyon úgy tűnik, hogy ha ilyen ütemben haladnak, akkor a megadott határidőt nem is kell megvárni, hanem jóval hamarabb kész lesznek. És a 49, a főút 49 épületét, a Vecsés legrégebb épületét, amit szintén alulról, kívülről és felülről megújítottunk, most belülről is a gépészet, tehát az elektromosság, illetve hát a minden elavult vezeték cseréje után festés és tatarozásban részesült belül is az épület, tehát az is befejezésre került. Ott is vannak még apróbb csebrő munkák, de azért haladunk jól. Átadtuk ott vele szembe az eltöltőállomást, és folyamatosan azon dolgoztunk, hogy azt az ígéretünket, amelyet tettünk, hogy ebben a ciklusban a poros utak eltűnnek Vecsésről, és senkinek nem kell sárban hazamenni, ezt jó ütembe valósítjuk meg. Gyakorlatilag ebben az évben is számos utca elkészült, van amelyik pályázati pénzből, szükség is volt a külső forrása, és van amelyik pedig saját erőből. Soroljuk fel akkor azokat az utcákat, amelyek megépültek vagy megújultak az elmúlt időszakban. Hogyha sorrendben próbálom összerakni, akkor ugye a pályázott utcákkal kezdtük, a Kereszt utca és a Róder Imre utca volt az első, aztán elkészült az Üllői út stabilizálása, elkészült a Tamási Áron utca, elkészült az Addi köz és a Sorompó utca, a Sorompó utcának stabilizálása martaszfalttal, egyébként az Üllői utcában is ezt csináltuk a maradék szakaszon. Elkészült most már ugye a Tündér utca és a Mátyás utcával is kész vagyunk, legalábbis a földes szakaszával. És ebben az évben gyakorlatilag le is zárjuk ezt a fajta tevékenységünket, már csak kátyúzni fogunk. Gyakorlatilag a Mátyás utcának a megmaradó szakaszát, tehát a martaszfaltos szakaszát most kikátyúzzuk, illetve a régi Ecseri úton is végzünk még munkálatokat. Ezen felül a járdaépítéseknél még várható folytatás. Elkészült a Kikindolyam utca, ami egy nagyobb lélegzetvételű járdaépítés volt. Még a Dózsa-Györgyön van egy szakasz, amit szeretnénk elvégezni. Illetve elkészült a Halmi tér egy szakasz a Besztercei utcánál az üzletek előtt, hogy normálisan lehessen ott közlekedni. És folytatjuk még ebben az évben, ami szintén nagyobb lélegzetvételű járdaépítés, az Zrínyi utcában, a páratlan oldalon, az Arany János utcáig, tehát a Toldi Ferenc utcától az Arany János utcáig szeretnénk megújítani a járdát. Ezen kívül én nagyon örülök annak, hogy sikerült felállítanunk végre egy város karbantartó brigádot,
amely 4, illetve 5 főből áll, attól függ, hogy mennyien tudnak jönni. És ez a csapat rendkívül sok olyan apróbb, cseprőbb munkát végzett el, ami egyébként a lakosság számára, a mi számunkra, mindannyiunk számára fontos. Például átereszek tisztítás, ami régóta húzódik lakossági megkeresésre, panaszra, meg nekünk is ugye a látókörünkben volt, hogy milyen munkákat kell elvégezni, de a nagyobb útépítések mellett ugye ezt nem mindig tudtuk egyszerűen beütemezni. Pedig nagyon szükséges volt árokjavítások, beszakadt út szakaszok elkészítése, vagy hogyha a víz, hogy is kimosta az utat, és meg kellett javítani, beszakadt. Tehát rengeteg ilyen munkát végeztek el, amely nagy segítségünkre volt az elmúlt időszakban. Hozzáteszem, az építőipar, így az útépítés és a mindenféle burkolóanyagoknak a beszerzés egyre nehezebb. Például a Kölcsei utca azért nem készülhet most el, mert nem tudtunk áronkelemet beszerezni. Már tavasszal elkezdtük, de a nagy építkezések elszívták az erőt a legnagyobb betonüzemektől is. Nem volt idejük ilyen apróbb elemek készítésére, de reméljük, hogy most, ha berendeljük, akkor télen elkészítik, és akkor tavasszal lesznek ilyen árokelemeink, ami burkolható árokelem. Ilyet szeretnénk a Róder Imre utcában az egyik oldalon még lehelyezni, és ilyet szeretnénk majd a Kölcsei utcában, esetleg a Vörösmarty utcában, hogyha az megújul, hiszen már azok nagyon elhasználódott állapotban vannak, és rengetegen járnak arra az iskola miatt, a templom miatt, és egyáltalán forgalmas utcák. Másrészt pedig a munkaerő is nagyon nagy probléma, a vállalkozók mondják egyfolytában, hogy nagyon nehéz szakembert kapni. Ez igaz a nagy építkezésekre, az épületberuházásokra, és igaz egyébként az útépítésekre is. Tehát azért ez a hatás mindenképpen árfelhajtó. Egyrészt ugye sokat kell kifizetni bérbe, egyre többet, másrészt pedig drágulnak az alapanyagok is, a beton is, és már a térkő is elég nehezen beszerezhető, de ebben az évben azért tudtuk tartani és hozni a terveket, úgyhogy remélem, hogy megelégedésre használják majd ezeket az utakat, használjuk ezeket az utakat. Arra kérek mindenkit, hogy a KRESZ szabályt próbálják betartani, hiszen ez a legnagyobb segítség. Hogyha nem 100-zal mennek egy új utcába, hanem csak 50-nel a megengedett sebességgel, akkor azért sokat tud segíteni mind az ott élőknek, mind pedig az egész városnak. Mert állandóan egy utca elkészülése után a legnagyobb panasz, hogy itt járnak mások is, és méghozzá gyorsan járnak, ami egyébként általában igaz, mert mindenki gyorsabban hajt, de nagyon sokan gyorsabban hajtanak, mint amennyire kellene. Erre csak azt szoktam mondani, hogyha valaki azonnal fekvőrendőrt is akar, volt ilyen utca, ahol összesen 10 ház van, de fekvőrendőrt akartak, mondom, én a Berzsény utcában lakom, a Berzsény utca is valaha csendes utca volt, és a Berzsény utcában jár ma le az egész város, legalábbis azon része, aki a Nagy Sorompó felé megy, és ugye azt szeretné, hogy elsőbség legyen a jobbra kisívű kanyarodással, az mindenki a Berzsény utcán jön, vagy a Batthyány utcán, tehát ez a kettő óriási forgalmat bonyolít. És akkor most mit tudok én csinálni? Tehát azt el tudjuk viselni, és nálunk is sajnos időnként gyorsan menne. Nem tudom, mit szólnának azok az emberek, akik előttem elmennek 80-nal, 100-zal, hogyha ugyanezt csinálná valaki ő előttük. Biztos nem örülnének neki. Tehát azt gondolom, hogy egy kicsit az egymásra figyelés, az sokat segítene, meg a türelem. Szeptember második felében megkezdődött a Grassalkovich Antal német nemzetiségi és kétnyelvű általános iskola tornatermének tetőszerkezet felújítása. Az iskola a munkálatok idején elsősorban a szabad ég alatt oldja meg a diákok számára a mindennapos testnevelést, illetve az iskola tornacsarnokában edző és mérkőzéseit lebonyolító vecsési kézilabda szakosztály is átmenetileg máshol tartja a felkészülését. Gyakorlatilag 105 nap állt rendelkezésre, és szeptember vége második felébe kezdték a beruházást, de gyorsabban meg fogják valósítani, jól haladnak. Most a múlt heti információ, hogy volt kooperáció, és ott megállapították, hogy szerencsére az idő is jó, a munka üteme is jó, tehát nem fog annyi időt igénybe venni előrelátható, mint amennyit kiszabtak rá. 70 milliós a beruházás nagyjából, ebből 21 milliót vállalt a város, a többit pedig nyertük hozzá, és egyébként aki biztosította a pályázati pénzt, ugye a kézlabda szövetségen keresztül szereztük ezt a támogatást, ők bonyolították az egész közbeszerzést, és ők hozták ezt a céget, ők hozták ezt a vállalatot, amelyik végül is nyert, de úgy látom, hogy jól haladnak vele, úgyhogy mi ennek csak örülni tudunk. Remélem, hogy minél hamarabb birtokba tudjuk venni a falusi tornacsarnokot, mind a diákok, mind a kézilabdások, és akkor mindenki örülni fog, hogy egy szigetelt, normális, jó tető lesz, ami nem ázik be.
Októberben a veszélyes hulladékok leadására volt lehetőségük a lakosoknak a Vecsési Városgondok Nonprofit Kft. Telephelyén. Ennek tapasztalatairól, valamint a még aktuális zöld hulladék elszállításról a cég ügyvezetője Tuba Zoltán nyilatkozott. Úgy, mint minden évben, évente egyszer biztosítjuk a vecsési lakosok számára, hogy térítésmentesen leadhassák a veszélyes hulladékot. Az idén ez október 27-én meg is történt. Én úgy gondolom, hogy széleskörűen tájékoztattuk a lakosságot erről, honlapon, Facebookon, a város honlapján, az újságba, és még szórólapokat is szórtunk ki, és ezáltal mindenki tájékozódhatott, hogy mit lehet leadni, hogyan lehet leadni a telephelyünkön. És így, hogyha összességében szeretném értékelni a veszélyes hulladék leadást, akkor mennyiségben valamennyivel kevesebb jött össze, mint tavaly, de hát ez tulajdonképpen se nem pozitívum, se nem negatívum. A lakosok nagyon fegyelmezetten tényleg betartották azokat a kéréseket, előírásokat, amit mi tulajdonképpen megfogalmaztuk feléjük, és tényleg megértették azt, hogy ennek a veszélyes hulladék begyűjtésnek nem mi vagyunk a jogosultjai, tehát mi nem vagyunk jogosultak begyűjteni veszélyes hulladékot, hanem ilyenkor egy külső céggel kötünk szerződést, akiknek mi biztosítjuk a telephelyet, és a begyűjtés után ők azt azonnal el is szállítják tőlünk. Hogyha esetleg valaki lemaradt erről, vagy utólag jutott eszébe, hogy ő is szívesen hozott volna veszélyes hulladékot, akkor mikor lesz legközelebb lehetősége? Jövő ősszel. Én furcsálódtam, volt egy-kettő lakos, aki következő napokban megkeresett minket, hogy őt nem tájékoztattuk róla. Én meg csak annyit tudtam mondani, hogy ha valakinek van veszélyes hulladéka és szeretne tényleg ettől megszabadulni szabályosan, akkor egy minimális tájékozódással én úgy gondolom, hogy kapott volna róla hírt, hogy mikor van ez a városban, mikor történik. Következő ilyen veszélyes hulladék leadás alkalom az jövő ősszel lesz. Beszéljünk a többi olyan aktuális hulladék vagy akár lom elszállításáról, amelyekről még azonban nem késhetett le a lakosság. A lombelszállítás, a házhoz menő lomtalanítás, ezek meddig húzódnak még el ebben az évben? Többen kérdezték azt, hogy gajbegyűjtést végzünk-e az ősz folyamán. Ezt megint csak annyit tudok mondani, hogy évente egyszer tavasszal van erre lehetőség, hogy a lemecett gajakat, hogyha összegötegelve kirakja a lakos, akkor ezt elszállítjuk. Ősszel csak a fákról lehullott leveleket szállítjuk el, amit a zsákokba lehet kihelyezni. Ahogy körülnézünk, nagyon szép idő van még, tehát ez bizonyára késleltetni fogja a leveleknek a lehullásának az idejét. Úgy, mint minden évben, mi november végéig tervezzük a faleveleknek az elszállítását, de időjárás függő lesz ez is, hogyha szükség lesz rá, akkor esetleg decemberben még egy fordulót be fogunk tudni iktatni, de majd erről a lakosságot fogjuk tájékoztatni. A házhoz menő lomtalanításra viszont szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy erre az évre már nem tudunk felvenni előjegyzést. Tehát erre az évre meghirdetett időpontok már beteltek. Szeretném kérni a lakosokat, hogy jövőre, februárban lehet már érdeklődni az ügyfélszolgálatunkon a jövő évi időpontok és a regisztrációval kapcsolatban. Addig, aki ebbe az évbe elmulasztotta, akkor tegye félre, és jövő év elején akkor lesz alkalma arra, hogy a házhoz menő lomtalanítást megrendelje. Visszatérve még a lomb elszállításra, ezeket az átlátszó zöld hulladékos zsákokat hol lehet beszerezni? Ismételjük azért el ezt is, illetve van-e maximálva az, hogy mennyit lehet kirakni a ház elé? Illetve a sárga zsákokról is beszéljünk, hogy azoknak a száma van-e maximálva, hogy mennyit visznek el egyidejűleg? A zsákokat ugyanúgy, mint eddig is az önkormányzatnak a portáján és a mi ügyfélszolgáltunk a Károly utca 2-be lehet megvásárolni. Nincsen limitálva, tehát amennyit kitesz a lakos, mi annyit szállítunk el. Természetesen vannak olyan furcsaságok, hogy valakinek az udvarán nem található fa, és le van térkövezve teljesen, és mégis 30 zsák van kirakva a ház elé. Hát ezzel nem tudok sajnos mit kezdeni. Ezek ilyen kirívó esetek. De azt is elszállítják. Igen, elvisszük.
Nyugdíjas munkavállalói szövetkezet alakult Vecsésen. Az úgynevezett szomszédok közérdekű nyugdíjas szövetkezetek célja, hogy a munkaerőpiacon aktív nyugdíjas korosztály számára munkalehetőséget biztosítsanak, és ezzel kiegészítő jövedelemhez juttassák őket. Nagyon örülünk neki, hogy Vecsésen is megnyithattuk már Budapesten ez a negyedik irodánk. A nyugdíjasoknak leginkább részmunkaidős foglalkoztatásba segítünk, tehát abban, akinek nyugdíj mellett van egy kis szabadideje, tudjon esetleg nyugdíjkiegészítést szerezni. Ezt úgy képzeljük el, mint egy állásközvetítő, tehát a kínálatot összehozzák a kereslettel? Majdnem így képzeljük el, viszont szövetkezeti formában tesszük mindezt. Tehát ez azt jelenti, hogy sokkal kötetlenebbül igazodva a nyugdíjasok igényeihez, tehát nálunk nincsen olyan, hogy fixen heti 40-50 órát kell dolgozni, nálunk a nyugdíjasok dolgozhatnak heti 10 vagy akár heti 20 órát is. Konkrétan miben tudnak neki segíteni, tehát általában szolgáltató cégeknél vagy gyártó cégeknél helyezik el őket, felmérik az igényeket, hogyan képzeljük el magát a tevékenységüket? Így van, a legtöbb nálunk az fizikai, egyszerű fizikai munka, tehát ez azt jelenti, hogy szakképzettséget nem igényel, szóval szinte bárki beállhat és egyszerű tevékenységet, címkézést, pakolást, dobozolást végezhet, viszont aki úgy érzi, hogy komoly képzettsége van, esetleg könyvelő volt, lakatos volt, műszerekkel foglalkozott, nekik is tudunk szakmunkát biztosítani. Van-e maximálva, hogy mennyit dolgozhatnak a nyugdíjasok? Ez is egy nagyon jó hír, mert még főállásban maximalizálva van az, hogy igazából a nőknél van egy kereseti korlát, addig nyugdíjas szövetkezeten keresztül nincs kereseti korlát, tehát igazából a nyugdíjasok teljesen szabadon kereshetnek. És ez nem érinti negatívan a nyugdíjukat? Nem érinti negatívan, mivel a szövetkezeten keresztül megkeresett bér nem befolyásolja az ő nyugdíjukat. Miért? Azért nem befolyásolja, mert a szövetkezeten keresztül végzett munka nem minősül munkavégzésnek. Tehát ugye azért van az, hogyha valaki főállásba dolgozik, az ő nyugdíját befolyásolja a megkeresett jövedelem, mert az munkaviszonynak minősül. Viszont a szövetkezeti foglalkoztatás nem minősül munkaviszonynak. Ha nem minek minősül, mi a megnevezése? A törvényben pontosan úgy van, hogy a szövetkezet működésében a nyugdíjas személyes közreműködést végez. Magyarán személyes közreműködés, nem pedig munkavégzés. Tehát egy fogalmazáson múlik az, hogy többet dolgozhat, többet kereshet? Pontosan egy fogalmazáson múlik, de szerencsére ez a fogalmazás a törvényben van leírva, tehát ezt nem mi találtuk ki, hanem a törvényalkotók. Hány éves korig vállalhatnak munkát a nyugdíjasok? Jó kérdés, és képzeljék el, hogy van egy 83 éves bácsi is például, aki nekünk Budapesten dolgozik, tehát az öregségi nyugdíj elérése után igazából felső korhatár nálunk nincs, tehát ez azt jelenti, hogy egy orvosi vizsgálaton részt vesz minden nyugdíjasunk, és ha az orvos azt mondja, hogy dolgozhat, akkor bizony nálunk nincs korhatár. Igen, az lett volna a következő kérdés, hogy van-e valamilyen alkalmassági teszt, vagy egy alkalmassági vizsgálat, amin át kell, hogy essenek? Minden esetben, és ez úgy gondolom, hogy jó a foglalkoztatóknak is, és jó a nyugdíjasoknak is, hogy minden esetben, hát én úgy gondolom, körülbelül egy 20 perces orvosi vizsgálaton részt vesz minden nyugdíjas munkavállalónk, ezzel biztosítva őket arról, hogy az adott munkakörre biztosan megfelelnek, és nem lesz nekik megterhelő. Akkor azt már említette, hogy a nyugdíjasoknak ez miért jó, és a foglalkoztatóknak miért? A foglalkoztatóknak több dolog miatt is jó. Egyrészt, hogy mi nekünk a bruttó bérből csak 15% személyi jövedelemadót kell vonni, a foglalkoztatóknak pedig nincsenek munkáltatói járulékok, tehát nincsen szocho, nincsen szakképzési hozzájárulás, és amit még nagyon szeretnek, hogy az egész teljesítésünkről egy költségszámlát tudunk adni, és ugye a KFT-nek a költségszámla nagyon jó, mivel el tudják számolni. Azt megpróbálják-e, vagy egyáltalán figyelembe tudják-e venni, hogy az időseknek a munkahelyre való eljutása az hogyan működik? Tehát ebben tudják-e őket segíteni? Így van, mivel nagyon sok foglalkoztatóval vagyunk ugye jogviszonyban, szerződéses jogviszonyban, ezért megpróbáljuk a nyugdíjasokhoz legközelebbi munkahelyeket megkeresni, viszont például már alakultak olyanok, hogy a nyugdíjasokat például egyik munkahelyről a másikra, vagy egyik munkahelyre kis busszal szállítják, szóval a nyugdíjasoknál észrevesztük azt, hogy tényleg nem szeretnének sokat utazni, szóval nem is utaztatjuk őket sokat. Vecsésen eddig mi a tapasztalat? Találkoztak-e már nyugdíjasokkal, találkoztak-e már foglalkoztatókkal? Így van, Vecsésen ugye 2 hónapja alakult meg a nyugdíjas szövetkezet. Jelenleg közel 30 nyugdíjas jelezte azt itt a városban, hogy szeretne dolgozni, és már van 3 foglalkoztató, aki komolyan érdeklődik a nyugdíjas foglalkoztatás iránt. Itt arra gondoljanak, hogy tényleg napi 4-6 órában lehet elhelyezkedni ezeknek a nyugdíjasoknak, és leginkább ilyen egyszerű, könnyű fizikai munkákat végezve.
mit igazítanak mihez? Tehát, hogyha például sok hasonló tevékenységgel rendelkező nyugdíjas keres munkát, akkor olyan foglalkoztatót próbálnak megkeresni, vagy hogyha van néhány foglalkoztató, aki bizonyos tevékenységi körrel rendelkeznek, akkor ehhez keresnek nyugdíjasokat? Hát pontosan ez a két irány, amit képviselünk. Tehát ha például bejön hozzánk egy könyvelő vagy egy lakatos, aki azt mondja, hogy ő bizony ezen a területen, tehát a szakmájában szeretne dolgozni, akkor mi csináljuk azt, hogy direkt megkeresünk cégeket azzal, hogy egy nyugdíjas szeretné ilyen területen dolgozni. Viszont a legtöbbször az van, hogy a cégek igényeihez alkalmazkodva próbáljuk felkutatni a nyugdíjasokat. Összességében, hogyha ezt az egész rendszert jellemezni kéne, akkor... Miért jöhetett létre, kis nyugdíjból élnek az emberek általában, szükség van esetleg egy kis kiegészítésre, vagy egyszerűen a fizikai vagy mentális leterheltség az a igény, amit még szeretnének folytatni a nyugdíjas évek alatt? Mik az ilyen jellegű tapasztalatok? Így van, a nyugdíjas szövetkezetek ugye másfél éve jöttek létre, akkor még mi se tudtuk pontosan, hogy mekkora sikere lesz, most viszont már látjuk azt, hogy nagyon. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ha valaki... nyugdíjazás után úgy gondolják általában a friss nyugdíjasok, hogy ők nem szeretnének tovább dolgozni. Viszont amikor eltelik az első fél év, és otthon vannak mondjuk egyedül, nem végeznek aktív társadalmi tevékenységet, akkor egyfajta ürességérzet keletkezik bennük. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a pénzért dolgoznak nálunk a nyugdíjasok, hanem azért is, hogy újra közösségbe legyenek, és azért is, hogy a társadalom számára újra egy picit hasznosnak érezzék magukat, mivel ők, akik 40 éven keresztül folyamatosan dolgoztak, nem tudják azt megvalósítani, hogy egyik napról a másikra ne csináljanak semmit. Egy normál munkaviszonynál van minimálbér. Az önök által közvetített szolgáltatásoknál, illetve foglalkoztatásoknál van esetleg minimálva, maximálva a bér? Természetesen minimál óradíj nálunk is van, tehát ez a munkatörvénykönyvébe rögzített minimál óradíj, amit érdemes tudni, hogy ennél a minimum óradíjnál a nyugdíjasaink 20-30%-kal magasabb óradíjakat keresnek, és a másik kérdésre válaszolva felsőkereseti korlát nincs. Hol találják meg önöket azok, akiket mindez érdekel, akár nyugdíjasok, akár valamilyen foglalkoztatók? Így van, Vecsésen várjuk őket a Róder Imre Városi Könyvtárban, minden csütörtökön 9-től pontosan délig. Ki várja majd az idebekopogtatókat? Az idebekopogtatókat Sipos László úr fogja várni, tehát még egyszer mindenkit várunk csütörtökön 9-től délig a Róder Imre Városi Könyvtárban. December 8-án szombaton ismét felköszönti a város a jubiláló házaspárokat. Az összejövetelre a 25, 50 és 60. évfordulójukat betöltött házaspárokat hívják meg egy közös ünneplésre. Igen, ebben az évben is nagyon sok szeretettel várjuk december 8-án a 25, 50, 60 és már tudjuk, hogy 65 éves házassági évfordulós ünneplő párjaink is lesznek. Természetesen most is már a tájékoztató leveleket kiküldtük, és nagyon sok szeretettel várjuk november 15-éig a jelentkezésüket a Városháza földszint 3-as szobájába. A programról annyit szeretnék elmondani, hogy egy picit eltérő lesz a helyszínünk, hiszen most az részint a templom felújítás, részint pedig a Mihály atyának az elfoglaltsága miatt a Jókai utcai Szent Kereszt templomban fogjuk a templomi ünnepség részét megtartani, és most egy kicsit hamarabb is fogunk kezdeni, pontosan azért, hogy Mihály atya meg tudja nyitni ezt a szép ünnepséget, tehát 14 óra és 4:30 között várjuk a jubiláló házaspároknak a jelenlétét, illetőleg a 14:30-kor lesz a pontos kezdése az ünnepségnek, majd pedig szintén a Bálint Ágnes Művelődési Központban folytatódik ez a szép esemény. Azért azt mondjuk el, hogy mi mindenre számíthatnak majd a templomban, mert ez nem csak egy egyszerű ünnep, hanem itt azért van más is. Így van, tehát az ünnepség az alapvetően ugye mindig a meghittségről, a szeretetről és ugye az áldásról szól. Vannak házaspárok, akiknek lehetősége volt arra, hogy egyházi szertartáson is részt vehessenek a házasságkötéskor, de természetesen nagyon sokan vannak olyanok, akiknek az egyházi ünnepség kimaradt az életükből. Ez egy picikét talán pótolja is nekik az, hogy egyházi áldásban részesülnek, hiszen ilyenkor a felekezetekhez tartozó lelkészeket, lelkészasszonyt az evangélikusok részéről is meghívjuk, és ők is egy kicsi köszöntő beszéddel szeretnék az ünnepségnek a színvonalát emelni, illetőleg felekezetenként áldásban részesítik az ünneplő házaspárokat, családtagjaikat és az ott lévő jelenlévőket. Ezen túlmenően ugye hagyományainkhoz híven a polgármester úr fogja köszönteni még a házaspárokat,
a részükre pedig ugye a virágkosarak és az emléklapok átadására is sor fog kerülni. És természetesen, mivel anyakönyvi eseményről is van szó, nyilván az anyakönyvvezető sem hiányozhat ebben az esetben a szertartásról. Az anyakönyvvezető a köszöntő beszéd felett egy közös fogadalom tételre kéri majd fel a házaspárokat, akik kézen fogva el fogják ismételni azt a szeretetteljes üzenetet egymás felé, amit egykor, egykoron 50-25 évvel ezelőtt megtettek. Említette, hogy a meghívókat már kiküldték. Nagyságrendileg hány 25, 50 és 60, illetve 65 éves évfordulójukat ünneplő házaspárt hívtak meg? Tehát nagyságrendileg hány vendégre számítanak? Hogy konkrétan hány vendégre számítunk, azt számszakilag majd november 15-e után tudjuk meghatározni. A kigyűjtéseink szerint 41 az 50-es házaspároknak a létszáma, 38 párunk van a 25-ösökből, 6 darab van a 60-asokból, és igazából 2 darab 65-ösünk van, de az egyik házaspárról tudjuk, hogy a 65-ös már nagyon beteg, és nem tudnak biztos az ünnepségen részt venni. Az elmúlt években mindig megemlítette, hogy a legnehezebb elhívni a 25. házassági évfordulójukat ünneplő párokat. Ez vajon miért lehet, és most érez-e esetleg erre mutató jeleket? Igen, határozottan érezzük ezeket a jeleket. Talán azzal tudnám megfogalmazni, hogy vagy valóban családi szinten már megünneplik ezt a jeles évfordulót, és ugye mivel mi éves szinten gyűjtjük össze ezeket a házaspárokat, ugye vannak, akinek az év elején volt már ez az ünnepsége, és talán úgy gondolja, hogy év végén ezt még egyszer nem akarja megismételni. A másik dolog pedig az, hogy nem biztos, hogy a mi meghívásunk egy szeretetben és békességben élő 25 éves házaspárt fog eltalálni. Ennek következtében ugye ahol már nincs meg az a meghittség és a szeretet, nyilvánvaló, hogy ezt a fogadalmat sem kívánja megújítani, tehát ezért nem kíván a nyilvánosság előtt az ünnepi részen ugye hát ott lenni. És nem beszélve arról, hogy talán azt gondolom, hogy az 50 éveseknek, mint lelkiekben, ez egy igazi ünnep. A 25-ösnek talán egy jó buli, de nem igazából az ünnepet jelképezi nekik. Idén milyen volt a házasulási kedv Becsésen? Szintén nem panaszkodhatunk. Alapesetben a 120 fölötti házaspárokkal jelen pillanatban már számolhatunk. Értelemszerűen még évvége nincsen, tehát nem zártuk a folyószámokat, de nagyon-nagyon örülünk annak, hogy nagyon sokan igénybe veszik a településünkön akár a szép házasságkötő termünket, akár pedig véleményem szerint a hozzáállásunkat is, hiszen nagyon sok olyan házaspár jelentkezik nálunk, akik Budapesten, Budapest kerületéből vagy esetleg a repülőtér közelsége miatt külföldről jönnek és itt kötnek házasságot. Meg lehetne határozni egy olyan tóli korosztályt, hogy mely életkorú párok mondják ki általában a boldogító igen? Mennyire tolódik ki ez a szám? Én azt gondolom, hogy néhány éven keresztül ez most már olyan azonossá válik. Én azt látom, hogy a túl-túl fiatalok azért nem igazából vannak ebben a kategóriában. Kevesebb létszámmal vannak a 20 és 25 közöttiek, azonban már a 30 és a 40 közöttiek elég sok. A válásokról is beszéljünk. Ez mely korosztálynál és hány év házasság után a leggyakoribb? Nagyon érdekes a válásoknak a felállása. Meggyőződésem szerint, hogy némi neműleg kevesebb a válásoknak a száma, mint az elmúlt visszatekintett 5 évre nézve. Ugyanakkor én azt figyeltem meg, hogy a 10 éven belüli válások, tehát a 10 évvel ezelőtt megkötött házasságoknak a felbontása sokkal gyakoribb a meglévő létszámhoz képest, mint a 10 éven fölötti házaspároknál. Én azt gondolom, hogy ez vagy a nagy buli kedvéért, vagy valami érdekből, de biztos, hogy nem a szeretet és az összetartozás volt a jellemző a párokra, akik ebbe a döntést, akik meghozták ezt a döntést, hogy 5 és 10 éven belül el is válasszák egymást a társas életből. Még egy mondat erejéig térjünk vissza azért a házasságokra. Volt esetleg valamilyen különleges ceremónia ebben az évben?
Hát igazából én azt gondolom, hogy olyan nagyon különleges nem volt, azon túlmenően, hogy mi 40 éves házassági évfordulót ünnepeltünk, és a kolléganők itt megleptek a házasságkötő teremben. Ez valóban nagyon nagy élmény volt az én számomra, különös tekintettel azért is, mert a számomra ez az utolsó jubileumi évforduló, melyet már a kolléganő részére én segítőként próbálok még ebben a dologban helytállni, hiszen nyugdíjba vonulásom következtében már a következő évben már lesz egy kis helyes kolléganő, aki bízom benne, hogy a nyomdokaimba fog lépni. Kiveszi majd át a stafétabotot? A stafétabotot Füleki Lévi, a kolléganő fogja majd átvenni, ő lesz az anyakönyvvezető, akinek ezúton is kívánok nagyon-nagyon sok sikert, nagyon sok boldogságot, és én azt kívánom neki, így a messziből is, hogy élje át azokat a boldog éveket és boldog pillanatokat, ami nekem itt a 40 év alatt jutott, és akkor ő nagyon boldog és megelégedett ember lesz. Ön az lett? Én nagyon. Ha újból kezdhetném, újból innen indulnék. Lajos Istvánné anyakönyvvezető előtt több évtizeden át mondták ki a párok a boldogító igent. Az idei augusztus 20-i városi ünnepségen munkája méltatásaként elismerő oklevél kitüntetésben részesült. Most felidézzük az 5 évvel ezelőtt vele készült beszélgetésünket. Üdvözlöm Önöket, a Vecsési magazint látják. Névjegy című rovatunkban ezúttal Lajos Évát, anyakönyvvezetőt mutatjuk be. Szeretettel köszöntök mindenkit. Tegeződni fogunk az ismerettségre való tekintettel. És az imént tájékoztattál arról, hogy mondhatni ünnepelsz, hiszen 35 évvel ezelőtt kezdted el pályafutásodat a polgármesteri hivatalnál, ráadásul napra pontosan. Napra pontosan 1978. október 1-ével kezdtem, egyrészt úgy a polgármesteri hivatalnál is, mint első munkahelyemként, gyámosként kezdtem el dolgozni, akkor ezt a feladatot kaptam, mely egy akkori, igen, nívós gyámügyi főeladó mellé kerültem, és onnan aztán rám ragadtak ezek a nagyon fontos feladatok, amelyeket én tőle el tudtam sajátítani. Mindig is erre a pályára készültél, hogy a közigazgatásban helyezkedjél el, vagy voltak úgymond szakmai kilengéseid? Alapvetően én a közigazgatásban szerettem volna mindig dolgozni, hiszen iskolai végzettségemet tekintve is én ügyintézői munkakörben és állami gazgatásban végeztem. Nagyon szerettem volna akkor már elsőként pályára kerülni, de önéletrajzomat én először a repülőtérre adtam be, hiszen akkor nagyon sok Vecsésinek az volt az elképzelése, egyetlen egy nagy cég, ami helyben van, ami közel van, az a repülőtér. És beadtam a repülőtérre a jelentkezésemet, és időközben pedig kaptam egy jelzést az akkori tanácsházáról, és akkor én felvételt nyertem ide, és nem kerültem erre a repülőtérre dolgozni, hanem akkor ide fölvettek, mint előbb említettem, akkor egy nagyon kedves idős úr mellé kerültem, ő volt akkor a gyámügyi főelőadó. Bele tudtál azért szimatolni a repülőtér légterébe, hogy így fejezem ki magam? Igen, volt egy kilengésem az első gyermekem megszületése után, akkor én elkerültem a légügyi főigazgatóságra, ami szintén köztisztviselői feladatkörrel társult. Alapvetően akkor egy néhány évet töltöttem, szinte az 5 évből talán csak 2-t, mert aztán megszületett a kislányom. Töltöttem el a repülőtéren, igazából végtelenül kedves és aranyos munkatársakat ismerhettem meg, de valahogy én úgy éreztem, hogy az a világ nem az én világom. Rettenetesen hiányoztak az ügyfelek, rettenetesen hiányzott az, hogy addig, amíg gyámügyes Éviként szólítottak, és rám nyitotta az ügyfél az ajtót, hogy Évike segítsen, nekem borzasztó volt azt tudomásul venni, hogy ott elvégzem a feladatomat, de mintha senkinek nem lennék a hasznára. Akkori kedves kollégáimnak is sokszor említettem, hogy hát eltöltöm itt az időt, de hogy én mennyit segíthetnék otthon, az valami rettenetes, és szívem vágya volt mindig, hogy visszakerüljek. Néhány évet eltöltöttem, igen, a repülőtéren, nagyon érdekelt a repülőtérnek a belső mozgása, a különböző repülőtéren található érdekességek, irányító torony, és így ezek körülbelül kimerítettem a kíváncsiságomat. Akkor ennyi erővel elmehetél volna oda pusztán látogatóként is. Így van. Nem kellett volna megélnem ezt a néhány évet, de ennek valamiért így kellett lenni, tehát megismerhettem nagyon kedves kollégákat, és talán még sokkal nagyobb, magasabbra tudtam emelni azt az értékrendet, hogyha én ide visszakerülök, azt mondtam, hogy már innen csak nyugdíjban megyek, ha csak rajtam múlik.
Pedig úgy tudom, hogy a gyámügy az egyik legnehezebb szegmense a közigazgatásnak, és hogyha lehet azt mondani, talán ott a legnagyobb a fluktuáció, hiszen azért azt lelkileg elviselni, azt a sok sorsot, amivel találkozik az ember, feldolgozni nem feltétlenül könnyű. Igen, érdekes módon, hogy biztos vagyok benne, hogy nekem nagyon-nagyon sokat segített az a kollega, aki mellé én akkor kerültem. Ő akkor már egy idősödő úr volt, nem titok ezt, hiszen sok vecsési még a Novák Mihály névre igen bőszen emlékszik, akár mint ügyfélként is. És én ő mellette tanultam tulajdonképpen a szakmát. Rendkívül nagyon jól bánt, nagyon karakteresen bánt az ügyfelekkel, pedig akkor még nem is voltak a fiatalok olyan szinten, mint amennyire most kezelhetetlen és nevelhetetlenségi szinten, de ő nagyon-nagyon jól bánt vele, és ő nagyon értékelte azt, hogy én meg ott szerettem körülötte nyüzsögni, és hogy sok esetben, amikor ő mondjuk elment a rendőrséggel, vagy a polgárőrséggel, akkor én elvégeztem a feladatot, és egyszerűen hozzászoktam. És nagyon jól esett az, hogy akkor ugye fiatal, 18-19 éves voltam, és nem kérdőjelezték meg akkor a gyerekeknek a szülői, hogy most egy fiatal hogy is tud beleszólni egy családnak az életébe. Egyszerűen csak érezték azt, hogy segíteni szeretnék, és elfogadták. És én ezért nagyon jó kapcsolatot tudtam kialakítani a szülőkkel és a gyerekekkel is. De nyilván 18-19 évesen tapasztalattal még nem rendelkeztél, tehát nyilván akkor úgymond a mentorodra kellett, hogy hagyatkozzál, de voltak-e olyan esetek, olyan úgymond családlátogatások, amikor elbizonytalanodtál, hogy te ezt nem biztos, hogy hosszú távon bírni fogod? Érdekes módon soha. Soha. Volt rá példa, amikor féltem. Tehát kifejezetten olyan ügyfelekkel kerültünk szembe, hogy bizony félni kellett. Volt, hogy beverték egy néhányszor az ablakainkat, meg azért úgy megkerítették az embert, meg megpróbáltak megfélemlíteni, de érdekes módon ezen kívül soha nem gondoltam azt, hogy ebből vissza kéne adni. Én azt mondtam, hogy ha egy gyereket is meg tud az ember valamilyen szinten menteni, vagy egy családnak is tudunk segíteni, nem volt hiába való. Nem adtam fel könnyen soha. A megmentése egy gyermeknek egy rossz családi környezetből, az nagyon relatív is tud lenni, hogy most valóban jó döntése az, hogyha egy gyermek ki van emelve a rossz családi körülmények közül, ugyanakkor a szüleivel van. Volt-e benned olykor dilemma, hogy mi a jó megoldás? Az egy rettenetes dolog volt, amikor gyereket kellett intézetbe elvinni. Mert azért azt tudni kell, hogy azért minden fejlődési szakasznál a gyökér az, amire támaszkodni tudunk. És a gyökér az mindig a szülő, vagy a szülőnek a viselkedése a gyerekkel szembe. Tehát egy gyerek rossznak soha nem születik. A gyerek az rosszá válhat. Ennek oka lehet a környezet, oka lehet a szülő. És ez sajnos mindig az utóbbi volt az, ami inkább megerősített bennünket, hogy mindig a gyerek volt büntetve a kiemeléssel a szülőnek a hibája miatt. És bizony sokszor napokon keresztül ment a tipródás kollégákkal, saját lelkivilágomban, hogy tényleg helyesen cselekszem-e. És bizony volt rá példa, amikor határozottan szülőtől kellett a gyermeket megmenteni, és mondjuk igyekeztünk nem intézeti elhelyezésbe, hanem közvetlenül nevelőszülőhöz helyezni gyereket, és bizony csak a kollégáim, akik akkor elkísértek bennünket, azok tudnák talán most még azt bizonyítani, hogy hát én hazáig sírtam. Szóval azt a lelki fájdalmat, amikor a gyereket ott kell hagyni, és talán jobban ragaszkodik hozzád a gyerek, mint a szülőhöz. Szóval ilyenek voltak, és ez nagyon-nagyon megvisel, de az embernek talpra kell állni, próbáltuk tartani a kapcsolatot a gyerekekkel, és mindig nagyon-nagyon jó érzést töltött el, hogy amikor eltelt esetleg egy év vagy kettő, és akkor egyszer csak bekopognak az ajtómon, és akkor a nevelőszülővel jönnek, és akkor jaj, hát jöttünk a gyámügyes Évi nénit meglátogatni, és nagyon-nagyon jó érzés volt, és akkor mindig megbizonyosodtam róla, hogy nem döntöttem rosszul. Nyilván egy idő után mégis váltottál, és anyakönyvvezető lettél. Mi volt az átmenet, és hogyan jött ez a lépés az életedben? Hát ez egy olyan dolog, hogy az anyakönyv ez egy álom.
egészen fiatal gyerekkoromtól fogva ez engem borzasztóan varázslolt ez a munkakör. És amikor én még idejöttem az annó tanácsházához dolgozni, akkor az anyakönyv és maga a kis pici házasságkötő terem is fönt volt az emeletem. És akkoriban még ugye úgy dolgoztunk, hogy váltó szombat volt, tehát egyik szombaton munkarend, a másik szombaton volt a szabad szombat. És amikor éppen dolgoztunk, és szombati napon délelőtt esküvő volt, akkor én a fejem mindig kidugtam, szóval, hogy csak egy kicsit láthassam. Aztán akkor ugye egy idős anyakönyvvezető volt, már akkor is számomra idősek voltak, és akkor én mindig csak annyit kértem, hogy csak a személyigazolványt hagy vehessem el, csak a névmutatóba hagy írhassam be. Aztán ott megint elkezdték ugye látni, hogy már megint buzgolkodom, és akkor már idővel azt is megengedték, hogy a jegyzőkönyvet fölvegyem, a házasság megelőzőjes jegyzőkönyvet, és akkor én rendkívül boldog voltam. Tehát ez engem világéletemben mindig megfogott. Nekem mindig borzasztóan tetszett az, hogy lehet örülni együtt a mások örömével, és az, hogy az anyakönyvvezetőknek, legalábbis akikkel én találkoztam, mindig volt egy kiállásuk, és nekem az nagyon tetszett. Egy anyakönyvvezető feladatköre azonban nem csak a házasságkötések köré csoportosul, hanem számos más feladat is van. Részletezz, kérlek. Hát igen, az anyakönyvvezetőkről mindenkinek az esküvő jut az eszébe, vagy legkevesebben mondjuk a névadó. De azért az anyakönyvi feladatok, amikor csak néha egy-egy kollégának tettem róla említést, akkor nem is gondolta volna, hogy azért emögött a szombati kiállok és összeadom őket, és amellett azért mi rengeteg feladat van. Nagyon fontos a precizitás, hiszen azt tudni kell, hogy az anyakönyvek, az adatok évszázadokra visszamenőleg megtalálhatóak. Ennek következtében egy-egy adat, egy-egy elírás óriási káoszt képes okozni. Ugye ennek következtében ide tartoznak a névváltozások, a már meglévő eseményeknek a változásai, ide tartoznak a házasságok felbontásai, ide tartozik az a szomorú esemény, amely a halálesetnek az anyakönyvezésével folytatódik. Ide tartoznak a magyar állampolgároknak a külföldön kötött hazai anyakönyvezési eseményei. Ide tartoznak a külföldi állampolgároknak állampolgársági kérdései, ügyei, illetőleg az ő anyakönyvi eseményei. És természetesen mindenféle adatváltozás, amelyet részint mechanikusan, részint pedig más számítógépen kell végezni. Az emberek életének a főbb eseményeinek a tanúja vagy, ha úgy veszük, ugye? Tehát akkor a születésnél is valamilyen módon jelen vagy, a házasságnál is, olykor a válásnál is, az elhalálozásnál is. Van-e esetleg olyan statisztika a fejedben, nyilván hozzávetőlegesen, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt évek alatt hányan születtek nálad, hányan házasodtak nálad? Igen, a születések nagyon érdekesen alakulnak, mert ugye az 50-es, 60-as években azért még előfordultak az otthonszülések, de azért ugye már a kórházi intézményeknél történő születés az most már egyre gyakoribb lett, tehát nálunk már a születések inkább azt mondom, hogy véletlenszerűség, hogy ez előfordulhat, de természetesen éves szinten olyan 2 és 5 között, az utóbbi eltelt években pedig csak egy-egy születés fordul elő. A halálesetek és a házasságkötéseknek az arányára azt tudom mondani, hogy szinte majdnem egyforma számszakilag. Tehát sajnos még mindig ott tartunk, hogy amennyi a házasságkötés, majdnem ugyanannyi a haláleset is. De nyilván ez a két dolog nincsen összefüggésben. Semmi összefüggés, így van. Tehát végeredményben ugye a haláleset az nem olyan, mint a születés, mert a születésre rögtön szaladunk a kórházban, haláleset esetében pedig ugye azért nagyon sokan vannak még, akik itthon halnak meg. A házasságkötésnek meg ugye értelemszerűen nincsen illetékessége, tehát más településekről is nagy előszeretettel keresik fel hivatalunkat, akár a házasságkötőteremnek a szépsége miatt, akár pedig azért, mert nagyon szeretünk velük dolgozni, szeretünk örömet szerezni, és mi nem szoktuk összecsapni az esküvőket. És ha már a házi statisztikádnál járunk, hány szabad szombatod volt az elmúlt időkben? Hű, hát ez jó kérdés. Hát az utóbbi időben nem igazán tudnám elmondani. Beindul a tavasz, és véget ér a nyár, és akkor ez teljes műszakot jelent. Tehát igazából kevés kis helyettes kollégára tudok számítani, akik be tudnának jönni, dolgozni.
igazából jó lenne, ha lehetne osztani, jó lenne, ha be lehetne osztani, de hát így a protokollos kollégáimmal vagyok zsinórban szinte tavasztól egészen az ősz végéig, minden szombaton. Nyilván ennyi boldog embert látva te is sokkal mosolygósabbá válsz, mint úgymond egy átlag ember, aki esetleg egy gépsor mellett dolgozik, és csak mindenféle termékekkel áll közvetlen kapcsolatban. Voltak-e meghatározó élmények, amik a munkádból fakadtak? És úgy érzed, hogy egy kicsit téged is alakított? Mindenképpen. Ami alakította az embernek a személyiségét, az, hogy minden egyes esküvő egy felkészülés és egy kihívás, még akkor is, hogyha ez nem így látszódik. Hiszen addig, amíg az ember képes úgy kezelni egy párt, hogy neki az az első, még ha neked a 600. is, de úgy kell kezelni, mintha az elsőt tennél, akkor érzed azt, hogy szíveddel, lelkeddel ott vagy. És ezeket a kihívásokat kell megoldani. És a visszajelzések, az a mosoly, ahogy néznek rád, ahogy várják tőled a választ, hogy ugye ezt nem fogjuk elrontani, és hogy meg tudod nyugtatni, hogy itt nem fog tudni semmit elrontani, de néz rád, és várja a választ, várja a tekinteted, hogy most mit kell tennie, hogyan kell tennie, és amikor az a megelégedett mosolya kimennek, és így egy-egy menyasszony visszafordul a kijáratnál, és azt mondja, hogy köszönöm, akkor ez nagyon-nagyon jó érzés. Igen, ezért mosolygós az ember. Extrém esetek, extrém helyzetek adódtak-e az életed folyamán és a munkád során? Nézegettem, hogy az interneten, hogy egy anyakönyvvezetőnek mik a feladatkörei és a hatáskörei, és nagyon érdekes, ugye mondjuk mi nem óceán vagy tenger mellett vagyunk, de például, hogyha egy óceánjáron születik meg egy gyermek, akkor az az anyakönyvvezető az illetékes eljárni az ügyben, amelyik parton az anyja a szárazföldre lép. Nyilván most itt mi egy repülőtér mellett vagyunk, és a légi járműveken történő születéseknél is hasonló a helyzet, de ez már Vecsést ilyen módon nem érinti. Érinthetné, vagy érintette valaha hasonló eset? Születés nem, de házasságkötés igen. Mert nem egy alkalommal volt rá példa, hogy a repülőtéren kötöttük meg a házasságot, ugye, mint tudva levő dolog, a kettes terminál felépülése óta a Vecsés felé eső szárny az Vecsés közigazgatási területéhez tartozik, és ennek következtében semmi akadálya nincs annak, amennyiben a jegyző engedélyt adott erre, hogy a házasságot megkössük a repülőtéren. Voltak nagyon kedves aranyos párok, akik ott búcsúztak el a rokonoktól, és egyenest ugye csekkoltak be a repülőre. Volt olyan pár, akinek a házasságot ott a kápolnában kötöttük meg. Volt olyan pár, akinek viszont egyetlen egy családtagja nem tudott erről az esküvőről, viszont az ő üdvözlő képeslapjaikat a házasság kötés után még itt a Ferihegyi repülőtéren adták fel. Volt-e olyan eset, és ugye nyilvánvalóan a kérdések is a házasság kötése köré csoportosulnak, hiszen valahol mégis ez az evidens a munkakörödben, de volt-e olyan eset, amikor nem bírtad kinevetés nélkül? Hát olyan nem volt, mert az embernek muszáj kibírni, utána könnyebb a konzekvenciát levonni. Inkább olyan volt, amikor elsírtam magam, és az nagyon-nagyon nehéz volt. Egy olyan szülőköszöntő után, amikor vőlegény és apuka egymásba borul, és csak azt látod, hogy nem akarják őket elengedni, ez még mindig nem a számunkra megszokott. És én nagyon emlékszem erre a kis fiatal párra, és pont náluk volt az, hogy nem számítottunk az ilyesfajta reakcióra. És amikor olyan nehezen vált el a szülő a gyerektől, akkor bizony én is kapkodtam a levegőt, és most azon gondolkodtam, hogy most én ezt hogy is fogom innen tovább folytatni, de hát azért nagy levegőt kellett venni, és folytatni kellett. És az, ami még nekem nagyon-nagyon nehéz volt, arra emlékszem vissza, hogy édesanyám halálának az évében, hónapjában, még mielőtt ő nem halt meg, volt egy olyan házasságkötési bejelentés, ahol nagyon komoly szülőköszöntőt kellett csinálni, és édesanyám temetését követő héten ezt meg kellett csinálni, és akkor ez egy olyan nagyon nehéz volt, és akkor én először azt gondoltam, hogy ezt nem fogom tudni, szóval ott biztos, hogy ott valami nagy baki lesz a dologban, mert azt nem tudom megcsinálni. Sikerült, mert ő gondolom, hogy velem volt és erőt adott nekem, és akkor utána egy olyan záporozó sírás tört ki bennem, és onnan kezdve meg tudom már csinálni a szülőköszöntőket.
Az az érdekes, hogy aki ilyen szinten az emberek érzelmei között él, akkor az vagy érzelmileg túlteng és hiperérzékenyé válik, vagy elfásul. Hát nálad inkább az előbbit érzem. Nem szabad elfásulni, én mindig azt mondtam a kollégáknak, ha ők azt meglátják rajtam, hogy egy esküvői beszédet csak ledarálok, akkor szóljanak, mert akkor kell nyugdíjba menni. Nem gondolom, szabad. Még nem szóltak, és én borítékolom, hogy nem is fognak. Igen, még nem szóltak, igen. Igen, nagyon fontos, mert hiszen velük együtt kell örülni, mert érzik az emberek, és nagyon sokszor azt lehetett látni, hogy jöttek a párok, ugye izgulnak, mert ez ezzel jár. De amikor elkezd az ember hozzájuk beszélni, akkor látszik, hogy megnyugszanak, és akkor néznek rád, és a szemükkel, a tekintetükkel ugye várják, hogy milyen instrukciókat kapunk, és mikor minden nagyszerűen sikerült, akkor ők is megelégedett emberek. És egy nem csak mint anyakönyvvezetőnek, hanem mint olyan embernek, aki emberekkel foglalkozik, a legfontosabb mindig az, hogy akiért dolgoztál, az meg legyen elégedve. Akkor én búcsúzóul további mosolygós munkanapokat kívánok. Nagyon köszönöm a kedvességet. Egyre feljebb araszol a tabellán a Vecsési Futballklub. A nehézkes kezdés után úgy tűnik magára talált a csapat. Gendur László vezetőedzőt kértük egy rövid értékelésre. Hát, ha az elejétől kell kezdeni, akkor nagyon-nagyon rosszul kezdtük az évet. Ezt annak is íratom be, nem akarok sírni, mert ilyenkor szoktak sírni. De 12 embert cseréltünk ki, és nem egyszerű összeállni, hiába jó játékosokból áll a keret, nem könnyű összeállni 12 új emberrel. Alakultunk, egy gólokkal kaptunk ki, nem tudtunk gólt rúgni. Megfordult ez a helyzet egy olyan 5-6 meccsel ezelőtt, és 4-5 meccsel ezelőtt inkább. És akkor már jöttek az eredmények. Úgy fordult meg, hogy most már mi tudtunk 1-0-ra nyerni, esetleg 2-re, úgyhogy hál' Istennek megfordult, és én úgy gondolom, hogy ha nem szerepeltünk volna a kupába, akkor körülbelül ilyen 5-6 ponttal többünk lenne. Milyen tényezők segítették elő azt, hogy megforduljon a helyzet? Én mindenképpen arra vezetném vissza, hogy nagyon sok volt az embercsere, és ennek tulajdonítható, hogy nagyon-nagyon lassan álltunk össze, de én úgy érzem, hogy összeálltunk. Most már teljes a csapat, vagy még van egy kis változtatni való valahol? Hát teljes csapat, 3 mérkőzésünk van hátra, ezt már így kell végvinni, úgyhogy ez a végleges csapat. Elégedett az eredményekkel jelen pillanatban? Jelen pillanatban nézve a keretet, a lehetőségeket, úgy gondolom, hogy nem vagyunk a helyünkön. Egy picivel előrébb kéne végeznünk, én úgy gondolom, hogy az első 5-be kéne lennünk, én úgy gondolom, ott is leszünk. De nagy álom teljesíthető, esetleg a 3-ba is. Az ellenfelek milyenek lesznek most még az elkövetkezendő 3 mérkőzésnél? Hát az ellenfelek most papíron verhetőek, de hát ez futballról beszélünk, és a futball az nem egy olyan játék, ami bárki biztosra mehet, de verhető csapatokkal játszunk. Mindig azt szoktam mondani, hogy fejben is rendben kell, hogy legyenek a játékosok, most rendben vannak? Én úgy érzem, most már rendben vannak, igen. Azért nem voltak rendben egyébként, mert türelmetlenek voltak. Ők is tudták, hogy jó a játékos keret, de nem álltak össze, türelmetlenek voltak, de úgy érzem, hogy most már higgadtabbak vagyunk, és türelmesebbek is. Azok a játékosok, akik a régi csapatból megmaradtak a VFC-ben, érezte rajtuk a bizonytalanságot, hogy most még jobban kell teljesíteniük ahhoz, hogy bemaradhassanak a VFC-ben? Hát én úgy gondolom, hogy az igazolás annyiból is jól sikerült, hogy nagyon normális embereket tudtunk igazolni. Jó játékosok, normális emberek, és nagyon hamar megvolt az összhang a régiek és az újak között, úgyhogy az égvilágon semmi, akár zsörtölődés, akár sértődöttség nem volt. De ez annak is köszönhető, hogy azért rendet tudok tartani, és figyelnek rám a játékosok. Szerepe van annak, hogy így összeszoktak, hogy ilyen sok és sokféle csapatépítő tréninget tartott nekik?
Hát én úgy gondolom, hogy nem csak kisebb csapatoknál, ez nagyobb csapatoknál is érvényes, hogy ha nincs jó csapatszellem, akkor nem jön az eredmény. Hogyha most így előre lehetne vetíteni az, hogy milyen jövő várhat a VSC-re, akkor ön szerint följebb tudunk kerülni, vagy egyre inkább tudjuk erősíteni majd a pozíciónkat? Hát én úgy gondolom, hogy ebbe a bajnoki évadba az élen kell végeznünk, csinálni egy nagyon-nagyon jó magot, ami minimum 13-15 emberből áll, és jövőre, következő bajnokságban úgy gondolom, hogy harcolhatunk a felkerülésért.